A Vérke folyó két partján, bortermőhegyek aljában húzódik meg Beregszász. Ez a régi szőlőtermesztő és borászati hagyományokkal rendelkező kisváros. A település Kárpátalja egyetlen magyar többségű városa. Beregszászban vagyunk, mely város gazdag történelmi és kulturális múlttal rendelkezik. Itt született többek között az 1800-as évek végén híres kárpátaljai színművésznőnk Fedák Sár is. Ahhoz, hogy többet megtudjunk az ismert primadonnáról, először a Beregvidéki Múzeumba látogatunk el. Megérkeztünk a Beregszász központjában a római katolikus templom mellett álló Betlen kastélyba, mely Beregszász egyik legrégibb és legszebb épülete. Itt található a Beregvidéki Múzeum, melynek gazdag gyűjteménye bemutatja az egykori Bereg vármegye eseményekben, tragikus fordulatokban gazdag ezer éves történetét, az itt élő népek, magyarok, ruszinok és más nemzetiségek szabadságküzdelmét. A sok érdekesség mellett a kiállított tárgyak összeállítói külön figyelmet szenteltek azon kiemelkedő személyiségek életének bemutatására, akik sokat tettek a vidék felemelkedéséért, hírnevének öregbítéséért. Egyik ezek közül, akiről többet szeretnénk megtudni, Fedák Sári, és az őt övező különleges figyelem. 220 postatöltnek képes volt, sikerült ezt gyűjteni Fedák Sáriról. És még 5 év kutatási munkám van egy könyvben, amit társszerzőként adtunk ki a tavaly előtt Kovács Elemére. Úgy gondoltam, hogy hozzáhasonló könyvet nem adtak ki Európába. Nincs olyan színésznő, aki több mint 220 postatörténet képes lapon elevenedett volna meg. A múzeum vezetője épp az egyik különleges képeslapot mutatja, mely még a múlt század elején indult kalandos útjára. Sepa János néhány érdekességet is elárult a színművésznőről kiállított tárgyakról. Hát itt található a Fedák Sári háza. Az érdekessége ennek a képeslapnak, ami fel lett így nagyítva, 1909. augusztus 11-én lett feladva valakinek, és már van utcai világítás a legszélső háznál. Hát többek között Fedák Sári életrajza, miért van Fedák Sári kastélyban útmenti kereszt, és miért? Hát ott volt a város és a járás között lévő határ. És az édesapja kért még egy telekrészt, csak úgy adtak el neki egy telekrészt, hogy arra a részre tegyenek útmenti keresztet. Tehát ezért a Fedák Sári kastélyban lett útmenti kereszt, még egy birtok, mert megvásárolva. Többek között egy néhány képet a 220 postatörténet képeslapon ki van állítva, hogy ezek, mivel Beregszásznak két színháza is van, vegyenek ötletet korabeli ruhákból, frizurákból vagy más egyébből. Egy végzés Fedák Sáriról, szintén még ez nem lett publikálva. Na de akkor ismerjük meg közelebbről elismert szülöttünket. Fedák Sári színésznő és énekesnő primadonna Beregszászban született 1879. október 26-án. Édesapja orvos volt. Családja nem volt elragadtatva attól, hogy Sári színésznő szeretne lenni. 18 évesen érkezett Budapestre, ahol elvégezte Rákosi Szidi színésziskoláját. Fedák Sári karrierjét a Rákosi Bőti házaspár igazgatta, de hamar feltűnt extravagáns stílusával, önbizalmával és céltudatosságával. Nem színházakhoz, hanem szerepekre szerződött, s ha valahol nem teljesítették minden követelését és elvárását, egyszerűen faképnél hagyta a társulatot. A színésznőről szülőföldjén rengeteg legenda keringett, az egyik legfelkapottabb ezek közül a következő történet. Állítólag a hasán kártyáztak, és egy éjszaka kibír a nevetés nélkül, akkor kap egy villát. Tehát valószínűleg ki is bírta, mert történt személyiségként vonult be az ulti játékba. Az ulti játékban kontra, rekontra, szubkontra, morkontra, és mindent visz, ez Fedák Sári. A másik hirdelem, hát eléggé pikánsabb, hogy 1912-ben megnyitják az Uri kaszinót, a mostan Aranypálya éttermet, őtet is meghívják az avatásra. Az avatás után a tisztek elhatározták, hogy megfürdetik egy kád pezsgőben. Hajlandó is volt megfürdetni egy kád pezsgőben, egy feltétele, hogy utána meg kell inni.
Royal szállodában tisztek vettek 100 üveg pezsgőt, belöntötték a kádba, megfürdött, és mikor visszatöntték az üvegekbe, 101 üveg lett. A számos fedáksáriról szóló hiedelmet több könyv is megörökítette. Az egyiket például maga Sepa János írta Kovács Elemérrel. A könyvben arányos a képeslappal. Tehát aki gyűjti a képeslapokat, azok is rá tudják tenni, és az a méret, tehát nincs lekicsinyítve, nincs felnagyítva. Ne beszélve az, hogy vannak ilyen tüskék mellette, a képeslapok mellette. Ez annyit jelent, hogy van hozzá egy jelmagyarázat. Milyen papíron lett elküldve? Megcímzett postai levezelő a borítékban, üres, glanc, dombornyomat, mat. Tehát azok az emberek, azok a gyűjtők, akik fogják gyűjteni a képeslapot, akkor tisztában legyenek ezzel. A színésznő kötődése Beregszászhoz megcáfolhatatlan. A rengeteg élmény és legenda mellett ide köti őt az a ház, amelyet szüleinek ajándékozott. Itt vagyunk annál az épületnél, mely egykoron fedáksári színművésznő tulajdona volt. A jelenleg a Munkácsy utca 80-as szám alatt elhelyezkedő épület a Kárpátaljai Református Egyház püspöki hivatalának ad otthont. Bár a ma is élő szájhagyomány szerint a művésznő jutalmul kapta az épületet bizonyos uraktól, mert hagyta, hogy azok meztelen testén kártyázzanak, valójában a maga korában közkedvelt és elismert színésznő építette ezt szüleinek. Sepa János és Kovács Elemér fedáksárja a legismertebb beregszászi könyvében így van le erről. A Bob Herceg előadás sorozata után hazautaztam Beregszászra. Egy nap elsétáltunk apámmal a Munkács-Beregszászi útra. Oda, ahhoz a kereszthez, ahol elbúcsúzott tőlem, amikor elmentem Budapestre, Rákosi színi iskolájába. Itt leültünk egy pillanatra a kereszt alá, a kőre. Szemben volt az a telek, amit apám évekkel korábban megvett, és úgy tervezte, ha elegendő pénze lesz, épít rá egy családi házat. Tervezni könnyű volt, csak a pénzt megszerezni volt nehéz. A táskámba nyúltam, és kivettem egy betét könyvet. Átadtam apámnak. Az összeg bőven fedezte a ház építési költségeit. A betét könyv nem volt névre kiállítva, csak annyi volt rajta, Bob Herceg. És lám, hamarosan felépült a ház, amelyet ma Fedák kastélyként ismerünk. Utunk a beregszászi sétakertbe vezet, ahol a Rózsahölgyek Társasága rózsatövet ültetett a város híres primadonnájának emlékére. Fedáksári virága színpompásan tündökölt a késő őszi napsütésben, mintha a színésznő a síron túl is érezné, hogy közönség előtt szerepel. Itt vannak a rózsahölgyeink, rózsatábláink, a Kárpátai Rózsahölgyek Társaságával ültettünk egy-egy rózsatövet, és egy táblát helyeztünk ki hozzá. A rózsatövekkel az volt a célunk, hogy minden évfordulónkra egy plusz rózsatővel szépítsük a város főterét, a táblákkal pedig, hogy Beregszász híres szülötteinek egy méltó díszt állítsunk, és aki megfordul városunkba, az egy szép, látványos virág mellett csodálkozhasson rá a tábláinkra. Tervénk közt még szerepelne az, hogy ide a falakra egy morinót kihelyezni, amire feltüntetjük a nevét, az életútját, és milyen, hogy is kötődik Beregszászhoz ez a híres hölgy. Meződi Anna elmondta, hogy társaságuk 4 éves fennállása alatt ugyanennyi rózsatövet sikerült elültetni. Fedáksári mellett Horváth Anna, Gulácsi Mária és Vitéz Ortutai Zsuzsanna tiszteletére nyílnak a rózsák a sétakertben. A gyermekek felnőnek úgy, hogy lassan már nem emlékeznek, és ezeket a híres hölgyeket, mint női társaságként szerettük volna, hogy megmaradjon az emlékezetben. Vannak művésznők, akik innen származtak Beregszászról és környékéről, de azért 1-2-3 van, aki méltán büszkék lehetünk, és aki tényleg elvitte Beregszász hírét, Kárpátalja hírét a nagyvilágba. Fedáksárit művész nevén Zsazsának ismerte a közönség, aki végtelenül humoros és vígkedélyű volt a színpadon, a magánéletben viszont visszafogott. Korának egyik legkiemelkedőbb színész egyénisége lett. Reméljük, a kárpátaljaiak számára Fedáksári neve többé nem cseng ismeretlenül.